Pénteken is örökimádással foglalkoztunk, tegnap Sopronba látogattunk, most pedig a gyerekekről is fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Versegi Beáta Mária nővér, dicsértessége Jézus Krisztus. Na hát akkor indítsuk el talán egy kicsit messzebbről, vagy tágabbról a mai témánkat. Az eukarisztikus életmozgalomhoz kötődik a gyermekek szentségimádása, de mesélj kérlek nekünk erről a mozgalomról, mert itt még a délelőttben nem beszélgettünk róla. Nagyon örülök, hogy meghívást kaptam, és hogy beszélhetek erről. Az eukarisztikus életmozgalom tulajdonképpen egy hajtása a Központi Oltár Egyesületnek. Ez a Központi Oltár Egyesület már több mint 150 éve létezik Magyarországon. Ez az az egyesület, ami annak idején a budapesti örökimádás templomot létrehozta, felépítette, és azzal a céllal, hát máig egyetlen templom az országon van, ami azzal a céllal épült, hogy a Szentség Jézus jelenlétében legyünk, és egész napos szentségimádás történik, immár több mint 100 éve. Ez az egyesület természetesen úgy, mint ahogy minden egyesület a 1949-ben felbomlott, és hát fel kellett, hogy feloszlatták. Tehát azért ez egy nagyon fájdalmas pillanat volt. Egyébként a virágkorát élte több mint 200 ezer taggal. Tehát azért ez egy óriási csoport volt. Aztán 90-ben újraindult. Viszont azt is láttuk, amikor 2011-ben ugye a közösségünk révén átvettük ennek a gondozását, vezetését ennek az egyesületnek, hogy miközben egy örök értéket képvisel, miközben nagyon mély gyökerei vannak. Mindezek mellett nehezen érthető a mai kor emberének, hogy mit jelent az, hogy oltár egyesület, hogy mit jelent az, hogy talán most az oltár körül gyűlünk össze, talán most ez az csupán az, hogy a templomainkat rendbe rakjuk, ami egyébként szintén egy nagyon szép és nemes feladat. Tehát akkor született meg a gondolat bennünk, hogy miként lehetne közkincsé tenni azt az értéket, amit 150 éve ez az egyházi szervezet képvisel, és ekkor indult el tulajdonképpen az eukarisztikus életmozgalma, ami lényegileg arra irányul, amire az Oltár Egyesület is, hogy az oltári szentséget tiszteljük, a közösségek alakuljanak az oltári szentség körül, legyen tudatos bennünk az a katolikus identitás, amit egyébként a szentmisére járva újra meg újra gyakorolunk, hogy mindannyian a szentmise kegyelméből élünk. Tehát ezt tudatosítsuk, és ezt egy kicsit a mai kor nyelvén tulajdonképpen lefordítsuk, és azt is mondanám, hogy egy dinamikusabb valóságként jelenítsük meg önmagunk számára, mások számára, az egyház számára. Magyarul a Központi Oltár Egyesületet kellett akkor egy kicsit modernizálni, vagy a 20.-21. század emberének az életére formálni? A Központi Oltár Egyesület, igen, így is fogalmazhatnánk, de azért azt tovább is mondom, hogy a Központi Oltár Egyesület az a szerv, az az egyesület, amely egy hivatalos egyházi szervezet a mai napig, és ami garantálja is azt, hogy az eukarisztikus életmozgalma egy egyház által elismert mozgalom legyen. És ami talán még fontosabb, hogy ez a mozgalom szervezetileg egyszerűbb, mint egy egyesület. Egész egyszerűen, tehát az egyesületi formának megvannak a maga keretei. Mozgalomhoz viszont bárki csatlakozhat, akár, és ez volt a célunk, hogy azok, akik nem tudnak egy egyesületet alapítani, egyedül vannak, távol vannak, viszont érzik magukban az elhivatottságot az oltári szentség tiszteletére, ők maguk talán a szentmise előtt, talán a szentmise után ott maradnak egy kicsit adorálni. Tehát érezzék azt, hogy ebben nincsenek egyedül, hanem egy nagyobb közösségnek a tagjaként teszik ezt. Na és akkor kik csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz, az eukarisztikus életmozgalomnak, kik a tagjai? Hát tulajdonképpen elsőként egyének kapcsolódtak hozzánk, pontosan azért, hogy egy hálót, egy vérkeringésbe kerüljenek azokkal, akiknek fontos az eukarisztiának a különleges módon a tisztelete. Aztán csatlakoztak hozzánk csoportok, és akár olyan támogató plébániák is most már elkezdenek csatlakozni, ahol
ahol a szentségimádásnak fontos szerepe van, és érzik annak az igényét, hogy egy vérkeringésbe kapcsolódjunk. Ez azért fontos talán, mert mindannyian, minden katolikus azt gondolom, hogy tényleg a templom, a szentmise fog bennünket össze, viszont nem mindenki vállalja ezt tudatosan föl. Tehát, hogyha ezt azt mondjuk, hogy igen, mi ebből élünk, és ezt meg is szeretnénk mutatni a világnak, önmagunknak, akkor így kapcsolódva ehhez a mozgalomhoz, ezt hatékonyabban megtehetjük. Mik az alappillérei ennek a mozgalomnak? Mert azt láttam, hogy ez is egy jó kis hármas lábon áll. Így van. Az egyik az imádság, a másik a felajánlás, a harmadik pedig az apostoli küldetés. Az imádságra úgy tekintünk, mint párbeszédre. Jóisten hív bennünk, és mi erre válaszolunk, megszólítottak vagyunk. A felajánlás tulajdonképpen Jézus teszi, értünk, és mi az ő odaadásába, felajánlásába kapcsolódunk bele, méghozzá mindennel, amink van. Tehát tulajdonképpen akár a szentmisével, akár a képességeinkkel, az emberi képességeinkkel, adottságainkkal, és ezt tudatosítjuk, mi az, amit felajánlhatok. És hát az apostoli küldetés pedig abban áll, hogy az a jó, amit megtapasztaltam, arról beszéljek, azt tegyem közkincsé, annak vigyem a hírét. Van-e olyan korosztály, vagy nem is tudom, életállapot, akiknek a körében elterjedtebb az, hogy ők mondjuk a mozgalomnak a tagjai? Van-e erre példa? Vagy nem tudom, itt most tegnap is beszélgettünk a fiatalok megszólításáról, így egy kicsit errefele szeretném terelni a témát, hogy például fiatalokat vonz-e a mozgalom? De egyelőre inkább a középkorosztály van, akit megérint, de ez azt is jelenti, hogy addig, amíg az Oltár Egyesületeinkben inkább az idősebb generáció volt jelen, tehát mi most annak nagyon örülünk, hogy a 30-40-es korosztályt megszólítja a mozgalom, és hát azt reméljük, és hát a gyerekeket is, akik felé fordulunk, akikről majd beszélünk, és hát azt reméljük, hogy meg fog érkezni ez az ifjúság kategóriájába, korosztályába is. Na most így akarva, akaratlan, de azért előkerül ugye a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus és a felkészülés, ugye még hát nagyjából pont 2 év van a nagy ünnepig itt a mozgalomnak. Milyen szerepe van, mondjuk akár a felkészülésben, de majd ott akkor 2020-ban milyen szerepe lehet? Nagyon szorosan együttműködünk a felkészüléssel. Ez konkrétan abban is kifejeződik, hogy én a titkárságnak a munkájában is részt veszek. És egy közös gondolat és cél az, hogy azok a csoportok, amelyek megszületnek, szentségimádások, bármilyen kulturális vagy karitatív tevékenység, amik készülnek a kongresszusra, azok tudjanak egymáshoz is kapcsolódni. Tehát az a vágyunk, hogy ez egy kettős célunk van, azt is mondhatnám egész egyszerűen, egy részben a felkészülésnek az elősegítése, másrészt viszont az, hogy az a kegyelmi ajándék, amire készülünk, amit reményünk és hitünk szerint meg fogunk ünnepelni, amiben részünk lesz a kongresszus alatt, az ne illanjon el a kongresszus után, hiszen a kongresszus egy konkrét esemény, de azzal a reménnyel és vágyal, hogy mindannyiunk megújulását fogja szolgálni, ahogy az imádságban is újra meg újra imádkozunk a kongresszus felkészüléseként. Tehát az a reményünk, hogy a kongresszus után lesznek olyan csoportok, amik ezt a kegyelmi ajándékot tovább viszik. És ehhez nagyon nagy segítség az, hogy létezik már a mozgalom, lehet hova kapcsolódni, lehet ezeket a kegyelmi ajándékokat egymással megosztani. Tehát ez is egy vágy, egy cél a mozgalom részéről. Itt egy kis könyvet is hoztál, amit most látom, hogy az egyik rendtársad, Terézia nővér írt. Ő általa, ő vele, ő benne élünk. Ez akkor milyen útmutatást ad ez a könyv, vagy mit olvashatunk pontosan a könyvben? Én nem ismertem eddig. Ez egy kis lelki gyakorlatos út, amit odahaza is lehet végezni, vagy akár imacsoportokban, plébániákon. 33 nap az első bevezetés, úgymond az eukarisztikus életbe, azért is nevezte így, mert az a reményünk, hogy ez csak elindítja azt a
azt a ragaszkodást, azt a szeretetet, ami aztán egy életen át majd növekedhet. Tehát ez egy lelki gyakorlatos lehetőség, elmélkedésekkel, imával, amit lehet odahaza is végezni, lehet a templomainkban is végezni, hiszen lehet közösségekben is végezni, így van, hiszen az a hitünk, hogy az eukarisztia az életre váltható. Tehát amit ünneplünk, az a hétköznapokban átjárja és életre váltható, és ebbe szeretne segítséget nyújtani ez a kis könyv. És ugye itt is, én csak most a hátsó borítóját olvastam el, és itt is többször felmerül ugye a forrás, és ugye az eukarisztikus kongresszusnak ez lesz majd, vagy ez a jelmondata, hogy minden forrásunk belőled fakad. Most egy kicsit tovább megyünk a gyerekekre, nem fogom fejből idézni, de kiírtam magamnak Lukács evangéliumából, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. Ez igazából a központi mottója a gyermekek szentségimádásának. Ez mikor indult el Magyarországon, vagy mikor tartottátok az első ilyen imádságot? 2015-ben, most azért tévedtem, mert én már 95-ben tartottam gyerekeknek szentségimádást, tehát viszonylag régen, de aztán itt az örökimádásban 2005-ben indult, 2015-ben. Ezek az ötösök. Az ötösök összekeverenek. Tehát 2015-ben indult el, méghozzá úgy, hogy a szülők szólítottak meg, hogy itt lenne az ideje annak, hogy most már a gyerekeink is kapjanak, részesüljenek abból a jóból, amit mi felfedeztünk. Egy négy gyerekes családapa szólított meg, hát addigra már akkorák voltak a gyerekei, hogy már lehetett velük foglalkozni, és így indultunk el. Ez annyira érdekes, mert én pont így reggel elgondolkodtam, hogy egyáltalán mikor volt az, hogy találkoztam ezzel a fogalommal, hogy szentségimádás, vagy mondjuk mikor vettem részt, nem tudom, hosszabb időtartamban szentségimádáson, és hát én inkább közelebb voltam a nagykorúsághoz, mint mondjuk a nulla éves koromhoz, vagy egy éves koromhoz. A gyerekek mit fognak föl ebből mondjuk 3-4 évesen, hogy az oltári szentség előtt imádkoznak, vagy az oltári szentség előtt vannak? Ugye azt nehéz szavakba ölteni, hogy ők pontosan mit is foghatnak föl, de amit látunk, és ahogy ők megnyilvánulnak, azt gondolom, hogy a titkot azt felfogták, hogy itt valaki van, hogy itt valami nagyon jó, és nagyon meghitt, és bensőséges, és valaki itt várja őket. Tehát azt hiszem, hogy ugyanaz az érzékszervük fogja azt az Úristen jelenlétének, mint ami nekünk, tehát a szívünk. És a szívükkel az a teljesen jól tudnak kommunikálni. Igen, de azért mondjuk egy kisgyerek sokkal érzékenyebb, vagy egészen máshogy működnek, vagy a hétköznapi dolgokból is, hogy egészen máshogy fogják föl a legapróbb dolgokat is, vagy olyan megjegyzéseket tudnak tenni, vagy olyan dolgokat látnak meg, amiket mi felnőttek így, nem tudom, elsöprünk. Sokkal érzékenyebbek. Így van, tehát a gyerekekben van nagyon erősen ez az érzékenység és meg a rácsodálkozásnak a képessége. Tehát amikor kitesszük az oltári szentséget, nyilvánvalóan a mi dolgunk, felnőttek dolga, mondjuk az imádságot vezetik, az, hogy ezt a kapcsolatot, ami Jézus és a gyermek szíve között van, azt ápoljuk, elősegítsük, kicsit erre a figyelmüket felhívjuk, de igazából, amikor azt mondjuk, hogy nézzétek, itt van Jézus köztünk, ez számukra, hogy intellektuálisan nem okoz problémát. Tehát, hogy ők rácsodálkoznak, tényleg. És itt van az oltári szentségben, ebben a fehér ostyában. Hú, tényleg. Tehát ő nekik, és egyébként ami nagyon, tehát azt mondjuk garanciája is ennek, amit megtapasztalunk, hogy egy-egy ének után elcsöndesedünk, és a gyerekek maguk képesek rövid csendben maradni. Tehát nyilván most ez nem egy hosszú percekig tart, de a rácsodálkozás csendjét nem szabad elvenni tőlük. Tehát ahogy néznek, rácsodálkoznak az Úr jelenlétére, és ezt mi megengedjük. Tehát nem szórakoztatjuk a gyerekeket egy imádság alatt, nem akarunk olyan típusú, ilyen szórakoztató, élménygazdag tevékenységet felkínálni, hanem inkább a figyelmüknek és a rácsodálkozásuknak adunk teret, ami talán ebben az örületesen felgyorsult világban
egy óriási érték önmagában is. Ez milyen érdekes, mert azért mondjuk a szentmiséken lehet látni, hogy mondjuk a kisgyerekek mi mindent tudnak csinálni, mondjuk a templomba is a pad alatt, vagy mondjuk a sorok között, de akkor ezek szerint képesek rövid ideig, hogy mondjam, csendben lenni, és hát ha nem is imádkozni, de akkor az általad is említett rácsodálkozás az működik náluk. Igen, hát azt gondolom, hogy ez a rácsodálkozás az önmagában egy ima, mert az imádásnak, mint ima formának a lényege eleme ez a rácsodálkozás. A csendről meg az jut eszembe, hogy volt olyan alkalom, tehát nyilván gyerekeket kell elképzelni, akik imádkoznak, hogy hozta a nagy maciát az egyik kislány, és ott volt a testvérével, és akkor ült a kislány, a maci és a testvére, és hát ott szépen jelen voltak az imádságon, még nem... testvér elhúzta a mackót, a másik ajaj, visszahúzta, igen. És hát akkor elkezdődött ugye az, ami teljesen természetes dolog. És hát azt találtam mondani, mert láttam, hogy ebből nehezen fognak kijönni, ráadásul az első sorban ültek, tehát azért mindenki látta ezt a pillanatot, és mondtam, hogy figyeljetek, a mackó lehet, hogy szeretne Jézusra figyelni. És akkor teljesen megértették, abba hagyták ezt a húzavonát, és visszakapcsolódtak. Tehát a gyerekszentségimádást a gyerekek nyelvén kell vezetni, azért ezt is nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a kapcsolat, az az egyszerű kapcsolat a gyermeknek a kapcsolata. És az ige rész is, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, az azt jelenti, hogy a gyermekeket úgy, ahogy ők vannak, ahogy ők működnek, úgy vihetjük Jézus elé. Ez akkor fantasztikus spontaneitást és kreativitást igényel a szentségimádás vezetőjeként, vagy mondjuk az imádság vezetőjeként a részletekről. Milyen korú gyerekek szoktak jönni általában, vagy milyen korú gyerekeket vártok erre? Hát igazából, elnézést, a családok érkeznek, tehát nem határozzuk meg, hogy hány évesek, akik szívesen jönnek, azok ott vannak, de az átlag az a kisiskolások, nagyobb óvodások, de hát vannak, amikor pici babák is ott vannak, hát kicsit elalszanak, tehát minket ez nem zavar. Hogyan kell elképzelni egy ilyen alkalmat? Mert mondtad, hogy vannak imádságok, vannak énekek is, szóval itt tényleg nem egy csendes szentségimádásra mennek a gyerekek. Először mindig felhívjuk a figyelmüket arra, hogy mi itt történik. Ezt újra meg újra elmondjuk, hogy mi most találkozni fogunk Jézussal, aki az ostya színében jön hozzánk, és a tabernákulumot pedig úgy nevezzük, hogy egy kis kuckó, mert azt mindannyian értik, de azért azt is elmondjuk, hogy a tabernákulum, ahol Jézus lakik, az ő kuckója, most előjön és közénk jön. Utána énekelünk, és ezzel az énekkel mindegy, így le is csendesítjük a szívünket, és az ének végén pedig ténylegesen csendet tartunk. Mindig van egy témája a szentségimádásunknak, ami sokszor a liturgikus időhöz kapcsolódik, de akár az életeseményeihez, most például az volt a témánk, hogy vajon Jézus járt-e iskolába, és ha igen, akkor ott mit tanult, vagy kitől tanult. Szeptemberben aktuális téma. Most több gyerekünk kezdte az iskolát, úgyhogy azért is választottuk ezt, mert tudtuk, hogy többeknek ez egy új életszakasz. Tehát van egy kis párbeszéd a gyerekekkel egy témáról, de ez a párbeszéd, ez mindig köti a gyerekeket a Jézussal való kapcsolathoz. Tehát nem feledkezünk el arról, hogy a Szentségi Jézus köztünk van, tehát újra meg újra ráfigyelünk, rátekintünk akkor is, amikor a beszélgetés folyik. Aztán van egy kis vezetett ima, amit ők megismételnek, amivel ténylegesen az ima formában Jézus felé fordulunk, és utána pedig megemlékezünk a szülinaposokról, névnaposokról, majd egy szentségi áldással zárul az imádságunk. Ez körülbelül egy olyan 30 percet vesz igénybe ez az imádság. Nem találkoztam még azzal a szóval, hogy imapedagógia, de azt olvastam a honlapotokon, hogy az imapedagógiátoknak tényleg az elsődleges célja, hogy ez a Jézussal való barátságunk mélyüljön a gyerekeknek. És ha 2015-ben kezdtétek, akkor most már tényleg több mint 3 éve tartotok gyermek szentségimádásokat, akkor van már egy ilyen felnövekvő generáció, vagy van olyan, aki már esetleg ki is nőtt ebből? Vagy mikor nőnek ki a gyerekek?
a gyermekek szentségimádásából. Igen, ez pontosan most kezd számunkra egy nagy kérdést, vagy feladatot jelenteni, hogy hogyan tovább azoknak, akik valamire mélyen ráéreztek itt. Úgyhogy ezért így a kiskamasz csoporton hát erősen gondolkodunk, hogy hogyan foglalkozni velük, illetve nyilván az energiája mindenkinek véges, és ha addig is, amíg mi nem tudunk elindítani adott esetben ilyen csoportot, azért figyelünk, hogy mik azok a programok, például a két héttel ezelőtti forráspont, ahova viszont tudatosan hívjuk, vagy küldjük azokat, akik már egy másik generációhoz tartoznak, vagy akik már azt is tudják befogadni. Mondjuk gondolom az egészen kicsik részéről nincs nagyon visszajelzés, hogy nekik most milyen pluszt adott, vagy hogyan töltötte fel őket ez az imádság, de mondjuk a nagyobbak, mondjuk a alsó tagozatosok, de akár mondjuk a felsősök is biztos meg tudják fogalmazni, hogy nekik miért jó, vagy miért szeretnek részt venni ezeken az imádságokon. Vannak ilyenek? Vagy mondasz egy pár ilyet nekünk, hogy mit szoktak mondani? Hát az egyik, ami nekem a legnagyobb visszajelzés, amikor elhozza valaki a barátját. Tehát lehet, hogy nem fogalmazza meg konkrétan, hogy most ő mit élt. Tehát csak elhozza a barátját, mert az jó volt. Aztán az is tény, hogy a szülők, nagyon érdekes azt látni, hogy ők egy kicsit izgulnak, hogy ez vasárnap tartjuk az imádságot, hogy most a vasárnapi mise mellett még ez is, azt bírják-e a gyerekek, és maguk a gyerekek mondják, hogy ők szívesen jönnek. Tehát, hogy ezek a legkomolyabb visszajelzéseink, hogy végül szabadon érkeznek a gyerekek. És hát amikor ők megfogalmazzák a kis imádságaikat, akár ott spontán módon, az is az többet mond. Tehát ők nem értékelik ki azért alapvetően ezt, hogy mit éltünk meg. Ilyenfajta reflexiójuk talán még nincs, de az imájuk, a jelenlétük, ahogy szaladnak be a kápolnába, tehát az mindent elmond arról, hogy valami lényeges történik velük. És akkor hogyan lehet a gyermekek szentségimádásához csatlakozni? Ez a legfőbb kérdés végül is. Elindítottunk egy honlapot, ahol regisztráció után mindenki megláthatja, hogy milyen már valóságosan megtartott ima óráink voltak. Tehát ez azért is hangsúlyozom, hogy nem ötleteket mutatunk a honlapunkon, hanem azt, amit mi már ténylegesen végigcsináltunk. Tehát ezt azért is tettük, mert a célunk az nem az, hogy mindenki az örökimádás templomba jöjjön gyerekszentségmásra, bár én mondjuk nagyon örülnék, ha a 20-20-as kongresszuson lenne egy ilyen találkozó azoknak a gyerekeknek ott nálunk, akik odahaza szentségimádtak. De minden esetre, ami fontos, hogy a helyi szinteken tudják elindítani, ehhez mi minden eszközt igyekszünk megadni a honlapon keresztül, akár valamilyen beszélgetés által, konzultáció által. Na hát ez a lényeg, vagy ez lett volna a következő kérdésem, mert itt mi nagyon csúnyán viselkedünk, hogy mindig a fővárosról, meg Budapestről beszélünk, de van-e esetleg vidéki helyszínetek, vagy vannak-e olyanok, akik már elkezdték mondjuk a fővároson kívül is ezt a gyermekek szentségimádását? Igen, több helyszínen is elkezdték. Sajnos tényleg nem tudom megmondani, hogy melyik azok a helyek, de több plébános keresett, hitoktatók kerestek már vidéki helyszínekről. Kérdés az, hogy konzultációk során így megbeszéltük, hogy milyen rendszerességgel tudnák elindítani, mi havonta végezzük, lehetne, van, aki hetente szeretné, van, aki inkább ritkábban nagy ünnepekhez kötve. Tehát a formája, hogy ki hogyan indul, az lehet nagyon egyéni, és lehet adaptálni azokra a helyszínekre, ahol indítják. És nem lehet elég korán elkezdeni. Nem lehet elég korán elkezdeni. Nagyon szépen köszönöm, Beáta nővér, hogy itt voltál velünk, és további áldott szolgálatot kívánunk neked és nektek. Köszönöm. Köszönjük szépen.